Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Január 21-e új hold. A nap és a hold találkozik a bak jegyében. Ez számunkra azt jelenti, legyünk visszahúzódóak, meditáljunk valami felett. Kihat a bak jegyének az energiája. Kellenek magas célok, és kell a türelem, a kitartás, amíg mi ezeket a célokat elérjük. A bak jegyében van Vénusz bolygó, és Vénusz bolygó kihat a szerelemre. Tehát ez lehet egy bizonyos téma, ami a párkapcsolattal áll összefüggésben. És itt kell ez a stabil párkapcsolat. A lehetőség megvan ehhez. Azon kívül ezen a napon, ezen az újhold napon van egy Lilith energia. Az azt jelenti, hogy a hold mozgása közel van a mi földünkhöz. Kiváltja ezt a Lilith energiát, ami jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Mivel a hold közel van a földhöz, ez azt jelenti, ez az álom megvalósulhat. Azon kívül Nunki csillag kihat erre az új holdra. A babiloniaiaknál ez a Nunki csillag jelentett egy bizonyos helyet, ami értékes volt számukra, ami erőt adott, és ez még mindig kihat ránk, ez a Nunki csillag, hiszen besugározza ezt az új holdat, és az azt jelenti, mennyire fontos, hogy megtaláljuk a helyünket az életben, sőt, most megvannak a lehetőségek ahhoz, hogy változtassunk valamit, egy új munkahely, egy új lakhely, változások a párkapcsolatot illetően. A mai naptól Szaturnusz bolygó elbúcsúzott a bak jegyétől, és áttért a vízöntő jegyébe az indiai asztrológia, az indiai számítás szerint. Kezdődik egy új időszak, ez kihat a sors utunkra, hiszen Szaturnusz bolygó az a sors bolygója. És Szaturnusz bolygó hatása alatt vannak sorsdöntő találkozások, változások vagy döntések. Azon kívül a következő napokban, pontosan 23-án Uránusz bolygó megváltoztatja az irányt, előre halad, és kivált újdonságokat vagy változásokat, hiszen Uránusz bolygó hatása alatt mindig nagyobb változások vannak. Most előre mennek az események. Az indiai asztrológia szerint Uránusz bolygó a kos jegyében van, és a kos jegye utalhat változásokra, egy új irányra, egy új kezdetre. Mivel Szaturnusz bolygó megváltoztatta a jegyet, és most már a vízöntő jegyében lesz körülbelül 2,5 éven keresztül, változik az energiamező. Kihat a sorsunkra, kihat a sors útunkra. Szaturnusz bolygó itt jól érzi magát a vízöntő jegyében, hiszen uralkodik a vízöntő jegye felett. A vízöntő jegyénél vannak tervek, ötletek, elképzelések, és Szaturnusz bolygó segít most abban, hogy ez kialakuljon, hogy ez megvalósuljon. Néha vannak Szaturnusz bolygó hatása alatt még korlátozások, de ezek a témák megoldhatók. Érdekes az is, hogy Vénusz bolygó a szerelem bolygója még a bak jegyében van, de a határon, és Szaturnusz bolygó már a vízöntő jegyében van, szintén a határon, két különböző jegy,
de mégis Szaturnusz bolygó és Vénusz bolygó között van egy úgynevezett konjunkció, mert közel állnak egymáshoz, és együtt hatnak. De két különböző energia érezhető. A föld eleme, a biztonság érzete különösen, ami a párkapcsolatot illeti, ehhez jön a vízöntő, tehát a levegő eleme, ami utal egy kis könnyűségre, kommunikációra, új irányra, tervekre, mozgásra, és így van meg a kapcsolat a két bolygó között. De hozzá kell fűznöm azt, hogy Vénusz bolygó hamarosan eltávolodik a Bak jegyétől, és Vénusz bolygó szintén a vízöntő jegyében lesz. És ezen a napon, ezen az új hold napon, január 21-én tartok egy szertartás, hogy legyen egy új irány, legyen egy új kezdet, hogy ez az álom megvalósuljon. Ezen a szertartáson részt vehettek, az energiai egyensúly ennél a szertartásnál 4000 forint. Ez a szertartás este 11 órakor kezdődik, és e-mailen keresztül jelentkezhetsz erre. Ha nincs rá módod, akkor húzódj vissza, meditálj, milyen célok vannak, milyen változások kellenek az életedben, vagy milyen fordulat, mi a te elképzelésed, és hogy tudnád ezt megvalósítani. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.